Sziasztok, Doggy vagyok, itt lennénk a Hexitnek a 31. részével, itt van velem Zsami. Hello! Illetve Ádám. Hello! Aki még mindig egy kicsit beteg. És nem csak agyilag, hanem... most másképp is beteg. Na most többször sem vagyok visszaeső. Visszaeső beteg. De Andi, visszaestem a betegségbe, mert Andi ütögetett itt az esőbe. Tessék, melyik volt az? Most már elég legyen. Oh. Jaj! Megeszem. Na, jöttök akkor? Au. Ja. Fel kéne fedezni a világot, vagy nem tudom. Andi ég a vágytól, hogy Hexit ezzel látom. Igen, ez pont így van. Szerintem meg kéne indulnunk egy irányba, mint mindig. Csak nem tudom, hogy van-e olyan irány, amerre még nem indultunk volna ennek. Merre felé menjünk? Várjál. Talán a ház mögött még nem nagyon voltunk, arra fele még nem nagyon mentünk, nem? Csak így... így régen. Hát én jöttem, ti éppen otthon voltatok és sütögettetek, vagy nem tudom mit csináltatok, de egyedül utaztam be ezt az utat idáig, úgyhogy... De hát nem is igaz. Akkor azt mondtam, errefele induljunk meg, aztán meglátjuk, nem? Hogy kell felülni a csirkére? Gyere electric stuff-val. Jaj, tényleg raktam egy csomó electric stuffot, craftoltam nektek. Itt bent van a házban, és a felszereléseknél lesz. Veszek magamhoz akkor én is. Itt a második felszerelés ládában, a középsőbe. Mindenkinek van három darab elméletileg, vagy négy. Osszátok be. Ezek a csokobók egyébként nem valami jók itt szerveren utazásra. Bár most, hogy új szervergépen vagyunk, lehet, hogy... hogy tudnánk őket rendesen használni, de aranya, szerintem ez majd... ilyesmi? Na, ja. Van 20 darab. Ezt majd kiteszteljük, meg kipróbáljuk majd egyszer videón kívül. Ja, nekem 11 darab aranyalmám van. Na, akkor... ház mögé, felé. Ki megy előre, Andi? Én. Andi. Hallod, azt sem tudom, merre vagyok. Nagyon elszoktam a videózástól. Hát erre óceán van. Meglepő. Ott van középen, Andi, valami. Micsoda? Valami Andi ilyen kocka középen. Alakú valami. Kocka alakú. Hallod? Igen. Ott egy torony, de az uncsi. Villog nekem a levegőbe egy tüzes valami. Ott én egy is azt nézem. Hogy ez mi? Akkor nem csak én látom. Ne. Itt egy vár. Ott egy nagy levegő vár. Azt megnéztem. Én ide jöttem. Én itt van mindenki. Ilyen szerencsét, ilyet. El sem hiszem. Fél tudtunk szállni egyszerre. Hallok, hú, van itten kajának való. Ja, ne szedjétek ki az aranyat. Gyorog a momra. Itt egy spawner. Nem akartok meghalni, ne szedjétek ki az aranyat. Jó. Nem, nincsen csákány. Hova lett a csákányom? Nem tudom, nekem van. Andi eljött adjak? Dolgozni munka nélkül. Az. Szóval értitek, na. Munkaeszköz nélkül jöttem dolgozni. Erre kiütöm, Andi. Hát jó lesz ez is. Andit igen. Kiütöd? Hát... igen. Az... Nem megyek Andi után. Ja? Leütnek, kiütnek. Ilyen ez az élet. Nem is. Nehéz a nők élete. Mit, hogy gyulladtam föl? Hát én nem tudom, hogy itt mi van. Azon kívül, hogy egy nagy lebegő vár, és azt mondom, hogy ha itt a tróntermet szétszedjük, akkor... Itt van egy feljáró. Ha? Itt egy ilyen üveges valamibe vagyok. Várjál. Itt az egy pár szám mob volt. Semmi több. Ti hol vagytok? Hát én azt sem tudom, hol vagytok. Valahol a tetőn voltunk. Én itt vagyok. Szia. Hát nem tudom, fia, hogyha ezt itt szétszedjük. Látod? Leesett, lehullik, aha. Hú. És mi van ott lent? Ja, zombik. Meg gyémánt. Lemenjünk? Hát szerintem azt is, hogyha elkezdjük ott szétszedni, az is ránk fog hullani. De valahogy azt azért jó lenne onnan kiszedni, nem? Mm. Valami okosat jó lenne kitalálni. Na gyertek!
Hát ez nem volt okos. De ez a legokosabb ötlet volt. Bocsi, nem akartam. A legokosabb ötlet, hogy innen nézem, ahogy ti ott meghaltok. Csak nem. Nálam viszont nincsen... Kiszeded Sinátom. A spawnereket? Aha. Aha. Na várjál, valamit ki kéne találni. Ó, tudom már, tudom back. Már. Tudom már. Andi no. Tudja, ajjaj. Figyelek. Aha. Így nem esik rá. És kellene még akkor valami, amivel ott eltorlaszoljuk. Van nálam fablok, ha kell esetleg. Igazából bármi jó, amivel lehet építkezni, és nem sajnáljuk. Tessék. Ja, köszi. De amúgy le is építetted volna, akkor már ott egyből. És ami sugárba hányta izét. A deszkát. Érdekes betegség, én elmennék vele orvoshoz. Na várjál. Jó. Mi férfiak nem orvos az Andi. Ja. Nem, mi csendben elpusztulunk. Megfázástól. Na jó van már. Na, szerintem azt most már ki tudod szedni, úgyhogy nem fog ránk omlani. Te ha tévedett, akkor... Akkor Zsami meghalt, de nem? Akkor Zsami elhalálozott. Látod? Ilyen tuti. Tuti vagy Andi. Most már amúgy a trónt is szét lehetne szedni. Adam, nem akarsz valamit csinálni? Na, de én watch your back. Watch your back. Azt is csinálni, mikor csak... Elég, ha nézem, mit csináltok. Közvetítek. Jó van. Na azért. Majd én kiszedem. Megnézem, kikestek leire. Ah, én is leestem. Ó, itt egy szuper izé. Szuper szíves. Elkezdett folyni a víz. Milyen jó kis sziget van ott. Azt megnézhetnénk. Jó, én aranyat ott hagyom. Végül is abban lesz az aranyalma, úgyhogy nem olyan fontos. Hát elkezdett tömleni az eső, vagy a víz, vagy mi az. Ja, akkor valamit elrontottunk, akkor még kellett volna rajta gyúrni. Hol vagytok? Én itt vagyok lent a vár alatt. Én meg már szigetem. Ja, ezt a kis hajót nem akarjuk még megnézni? Megnézhetjük. Kis csónakom láng a Dunán. Hopp, túlmentem. Mi az? Ez jó volt. Belém csapott az áram. Hát úgy megijedtem, hogy izé félre estem. Az áram. Olyasmi. Jaj! Vigyázz! Hát vigyázzatok. Nem jó karcolni. Hallod, hogy van ennél dinnye? Mi most mit találtatok? Hát a hajót nézzük, ahogy mondtuk. Melyik hajót? Itt egy kis hajó az izé mellett. Meg kettő van. Ja, nem tudom, Ádám, itt vagyunk egyikben, itt van egy varázskönyv. Na jó, én hagyom ezt a... Nekem van egy csomó ilyen izém, lehet el kéne használni, nem? 30 pontom. Ja, aha, ezen vagytok rajta. Ja, azt aha, nem ártott vagyunk. Volna. Ó, de király! De most itt el lehet, nem? Igen, igen, igen. Ez itt tök jó. Ja, ja. Varázshajó. Úgyis elveszítettem az előző kardomat, úgyhogy... Mit tudok? Mire jó tenni? Mindegy? Hát... Nem, én nem használom el majd a ruhára még. Igen, igen, igen. Jó, lehet. Milyen okos vagyok. Teljesen meglepődtem saját magamon. Milyen kos? Persze ez nem meglepő, hogy én ilyen okos vagyok. Ja, kos, okos, oké. Miért na, van itt ennyi enchant pont? A víz alatt. Jó, a Andi halászik. Ott is ja. Van egy hajó amúgy. Pontgyűjtő vagyok. Ott egy hajó. Hú, ez milyen sziget, Andi? Nem tudom, de tök jól néz ki, nem? Ha? Menjünk arra a hajóra? Én már nekem... mentem. Jó. Ezen vannak csánok kalózok. Csánok megleptem, de úgy... Hát... Úgy megleptem, hogy vízbe esett ez is. Meghalt. Fönn volt itt a vitorlába a csávó. Itt lentem, jaj. Hogy mi van? Ugyanaz varázsló asztal. Milyen érdekes, kalózom. Varázslatos hajó, tök jó. Ó, kaptam egy gyémánt kardot. Hú, alig maradt életem. Azt néztem, egyetek. Hogy kiírta a Damage Indicator, hogy csak 6 életed van.
Oh. Ez a sziget nagyon érdekesen fest egyébként. Igen, olyan, mint hogyha lenne rajta valami, mint hogyha ez direkt nézne ki, így, nem? Aha. Milyen szép zöldek a fák. Fa. Vannak rajta fa. Aha. Találtam. Nem, amúgy azért mondom, hogy fura, mert itt tudom, hogy van a Hexing, ilyen kalózsziget. Ami kalózsziget. Ez lenne az? Fele. És ez lehet, hogy itt az. Itt vagy valahol. Hol az az itt? Hallok, hát ilyen itt egy dimenzió kapu. Ott a lávánál van valaki. Én vagyok, itt egy dimenzió kapu. Ja. Ott vagy lent valaki. Micsoda? Nézd, itt fönt vagyok. Itt vagy Ádám. Én átmegyek, srácok. Megnézem, mi van itt. Jó. Viszlát, Andi. Sziasztok. Szia. Kösz. Nézőknek mondjuk kösz, hogy itt voltatok és megnéztétek a részt, amiben Andi eltávozott az élők sorából. De ahogy is, tudom, hogy hogy kell használni, utána néztem. Mondjuk ettől függetlenül még mindig szerencsejáték az egész, de... Amúgy te nyomóla. Szem. Ó! Oh. Ez a Malacok szigete, úgy látom. Ó, oh, egy dimenzió kapu. Hoppá. Hát, aha, nincs semmi extra, csak az elhagyatott visz, marad. Ez lefele visz. Mindig lefele, Andi. Ó, és nincsen nálam csákány. Hát ez így nem jó. Akkor vissza. Itt vissza, és akkor itt is vissza. Menni akartam, de csákánya, hogy fák kell volt. Aduljára voltam. Igen. A levegőbe elkaptam. Milyen te? Na, itt találtatok valami érdekeset ezen a szigeten? Semmit, nagyon jó vagy amúgy. A simán sziget. Ide lehetne költözni, mondjuk nem nincs túl távol. Na, mostani lakhelyünkről. Szóval lehet, nem lenne okos. Itt repül valami, itt. Egy szúnyog. Mi ez? Kékvirág. Ó, a kékvirágot szedjétek. Az még mindig jól ja, jön. Ja, összeszedtem. Attól függetlenül, mert megvan a ruhánk. Itt egy csokobó. Ott egy nagy kalózhajó, azt látjátok? Ilyen halálfejes, koponyás. Ó, nem látom. Én azt sem látom, hogy hol vagytok. Én valakit látok most. Ez Ádám. Én a sziget túloldalán vagyok amúgy. Hát én itt vagyok egy magas. Ja, ott a kalózhajó, látom. Én most megölöm ezt a nyálkát. De szerintem ez nem ott olyan sziget, amire sziget. Gondolok. Ja, itt egy... Ide jöttem, itt egy sziget. Melyikre? A kis szigetre? Mhm. Aha, ott creeper mögötted! Én is mindegy. Én figyelj, mindent túlélek. Jó. Így láttam, hogy megy feléd. És amit te látod a hajót? Melyik kis sziget? Mert van itt egy nagy, egy kisebb és egy még kisebb. Hát itt vagytok, meg vagytok. Itt tele van hajóval amúgy. Annyit éreztem, mint a zsömi a live-ok. Live alatt tegnap, hogy mászott egy bogár valami. Ja. Yeah. Bogár! Megyünk a... Üzé, oda, ja, oké. Okay. Ez izgalmasnak tűnik ez a hajó. Ó, jaj, itt van rumaszárító. Hé! Oh, jaj! Hát, mi az izgalmas? Jaaah! Hova kell menni? Itt ruhaszárító. Menj innen! Hú, mi van itt? Creeper, van. Creeper! Megöltem valamit. Ne! Várjál. Eltűnt a hajó fele. Az ez ilyen tápos. Hova lett a csontváz? Megütt, kiütött Ádám. Nem, szerintem. Valahol van, még nem, itt van. Itt van, megöltem. És mit dobott? Semmit. Vagy az ilyen tápos volt, nyilat. Szóval biztos, hogy akkor nem azt tölted meg. Ja, eszenszet dobott, meg piros arancsizmát. Aha. Jól látom. Piros arancsizmát? Vagyis... sárga. Jó, figyelsz. Mi, az ja. Is... Mi az Isten már üt engem már, na. Na, várjál. Akkor piros arancsizma után szerintem megnézhetnénk. Azt a másik hajót. Valami még mindig van. Mit hallasz? Már itt még hallok izét. Ilyet.
Zombit? Tényleg, valahol még van itt egy zombi. Lehet, hogy akkor itt lenne. Hát itt fönt aha, nincs, itt, azt most itt vannak. Itt vannak, ja. Hoppá! Hoppá! Úgy beletaláltam a lukba. Hát az nem baj. Ja. Ja, okay. Itt is vannak, nézd meg. Mondom én, még itt tükköznek. Ott egy izé, nyilas misi is lent. Andi már megbántotta. Ez már nincsen. Kis lelki világet, ketté törtem. Hát igen. Ennyi volt. Te gonosz vagy? Na jó. Most törték kettébe egy emberi lelki világ. Én vagyok a gonosz. Ez egy csontváz volt. Aha. Hát de... Nincsenek érzéseik. Nincsenek érzéseik. Tipikus női mentalitás. Nincsen. Honnan tudod? Lehet, hogy az én vagyok. Valaki lőröz. Hallod, beloktam egy gyógyszer, amit szedtem. Azt a nagyobb sziget. Ja, ott... mennyi hajó van itt. Veletek, jaj, ti így... Szívet akar nekem adni. Ó, értem. Mentünk egy következő hajóra, Andi. Aha, azt láttam, igen. Milyen jó kis izé. Dizájnos hajóaj. Igen. Egy kockák kőzisztuborat is be. Halolaj? Halolaj. Ajajajaj. Azt a kisebb szigetet megnézzük már, mint a közepes méretűt. Nézzük. Mindjárt, elpakolok, sok. Ja, én is közben bepakolok a csesztekbe. Sok jó dolog van nálam. Hát ezen voltunk, nem? Nem. Nem, a nagyobbikon voltunk. Ez ilyen mocsáros valami. Igen, ez egy kicsit más. Csak hát, ha ilyen kalóz sziget, tudod. Mibe akadta? Segítsetek! Mi az? Homok. Ó, kijöttem. Utó homok? Az a folyós homok, igen. Vigyázzatok. Szerencsére a staff kihúz belőle, de... Ó, Jézusom, de megijedtem. Ez tele van ilyen izével, ez a sziget. Ilyen homokkal, aha. Hát ez nem szerencsés. Főleg is Zsömi egyből belemegy, úgyhogy... Na jó, hát érted. Már nem tűnik természetesnek, most itt is a szélén van egy ilyen homok. Tudsz, amit valami épített lenne. Hát szerintem pedig ez természetes. Hát elég hülyén természetes akkor. Természet nem mindig hülye. Ez mi? Ez amit mi? Ez gorilla. Gorilla? Találtam egy gorillát, gyerekek. Nem fog bántani, remélem. Hol itt a kis kinyúlás melletti sarkon vagyok én. Tényleg talált egy gorillát. Nagyon komoly. Itt vagytok-e? Milyen aranyos, már nézd meg, ilyen fekete gorilla. Hol az itt? Van a hol szigetnek itt? Ilyen kis kinyúló része, tudod? Ott vagyunk. Ott van még egy. Már halljuk a Ádám puffogtat. Ott van, alattad. Fúj. Itt van Ádám. Itt van a gorilla. Tök cuki. Hello. Öcsém! Baszk! Bocsánat. Nem veszélyeztetett állat, nem kell vízni. Folyós homok már megérte. Csíkos hátú volt? Lehet. Hallott egy szeplinget, úgyhogy megérte. Szeplinget? Aha. Ez az a levegősziget, amit láttunk? Ja, az. Milyen madár volt az, atyaisten. Na jó, merre tovább? Nem tudom, ott egy másik gorilla, de nem bántom, mert veszélyeztetett faj. Én tudom. Jó. Erre most elvesztettelek titeket. Mi van ide lent? Én ide valahogy lejöttem. Nem látok már senkit. Én itt vagyok már lent, valami bányába. Ó, XP bokor. Hopp. Lecuppantam. Belecuppant az XB bokorba. Az Andi volt. Az fájt volna. Andi volt. Andi cuppant vele, jó, oké, okay. Király. Ez fájós lett arány volna. Vagytok lent a bányába? A valamelyik részen, igen. Én kiszedem az aranyat. Hopp, de nem aranyalmával üssük ki az aranyat. Ja, én nem is tudok bányászni, úgyhogy én tök fölöslegesen jöttem le. Jó, várjál, akkor valahogy föltalálok. Aha, ott látom a fényt fölfele.
Itt halljuk a pukit. Sosem menj a fény felé. Most ebben az esetben kifejezetten praktikus volt. Jó. Megindulunk valamerre, mert szerintem ez ennyi, ez a sziget, itt nincs semmi. Sajnos. Ja, szerintem mehetünk. Látom, valakit már leszette a füvet. Nem tudom. Az biztos Zsomi volt. Valószínű, mert tehén vagyok. Ja, lelegelted. Lele. Szia, Andi! Na, arrafele? Amerre menjünk. Nézek? Egy új kaland? Let's go! Yeah. De merre nézel, mert kicsit kancsal vagy az. Ú, itt jobbra van egy sivatagos valami. Sivatagos? Ilyen havas. Ja, az havas. És van egy ház középen. Csak vicc volt. Persze nem. De visszaértünk a saját helyünk. Na itt már voltunk ilyen tükrös, üveges izébe. Hol vagytok? Szerintem ez egy másik, nem? Szerintem itt még nem voltunk. Nem rémlik, igen. Nekem sem. Jeges Paci! Paci. Mi a brumi? Nem tudom, megnézem hátul. Bár... Egy hagyon üti! Miért vannak itt cuccok? Lehet, itt már voltunk amúgy. Itt már hát voltunk szerintem. Itt lebegnek mi a tárgyak. Ott a mamut! Mamut! Ja, ezt már leromboltuk. Itt már voltunk. Hát az akkor... Kicsi. Na, amerre jártok, mindent leromboltuk. Na, lehetok, veszek elő fingos botot. Hát ott van a ház. Ott az a nagy ház, a templomos ház. Hát abból több is volt itt. Akkor de amúgy itt egy torony, amit még nem néztünk meg, és ilyen tornyot viszont még nem láttunk. Ez a köves. Ez a kicsi torony? Ez a kicsi és széles. Ilyet még nem láttunk, az tuti biztos. Menjünk a tetejére? Egyből? Ne, alulról nézzük. És láttam, jó, hogy már majdnem fönt voltál a tetején. De direkt csak megnéztem, hogy mi van fönt. Ilyen előrelátó voltam. Ja, itt egy zöld. Ilyen toronyban még nem voltunk, nem? Nekem nem rémlik. Na. De nehezen tört ki. És hol vagy, Andi? Itt kell felmenni középen, van egy lépcső, ilyen csiga lépcső. Ja, igen. Csiga? Jajjaj! Hoppá! Elszédülök. Nem szeretem én is a csiga lépcsőket. Ja, túl mentem. Na, mindegy. Értem, hogy te harcolni szeretsz. Én ilyen harcos Amazon vagyok. Jó lenne, ha dobna valamelyik egy csákányt. Nálam nincsen még. Móka. Nálam sincsen sajnos. De majd valahonnan szerzek egyet. Itt egy pók. Na, aztán lehet, hogy közben már volt valamelyik ládába. Csak nem kapa figyeltem volt rá. Csak. Szerintem. Igen. Jaj, aha. Hát igazából most egy facsákány is jobb lenne, mint ez a gyémánt kard. Nem, tehát nem is gyémánt, hanem... Miből van ez? Living Metalból. Na, tebbe tojás van. Na, itt tetején mi van? Meglepi? Hát... Ennyi? Egy csomó kenyér. Alma. Jó, almát elviszünk, utóbbit itt hagyom. Mi? Vége a toronynak? Aha. Figyeld ma mennyi mamut. 2, 4, 6, 8 mamut egymás mellett. Tök jól néz ki. Akkor azért kamúztak, hogy kihaltak. Jaj. Erre fele megnézzük mi van, szerintem erre még nem voltunk. Menjünk. Fehér mamut? Vagy medve? Vagy mi volt az? Na? Fehér medve. Jeges medve. Ja. Most jöttek be egyébként az 1.10-be. Nem tudom, hogy mennyire elég követitek ti. Itt a vár. Aha, és ez már olyan fára? Szerintem sem, mert olyanra nem emlékszem, amilyen nagyon víz szélén lett volna. Jaj, itt a boss! Jaj, itt már egyből már a bosszal a boss egyből? Hát... Simán. Öljük akkor már meg, hogyha már itt vagyunk. Jó, hát... Ölném én, de hóma. Ez te vagy? Én is itt vagyok, ja. Hiába védekezel. Szegény. Jó. Na, au. Itt mondjuk fájt. Húha. Hol itt van lent. Itt van lent.
Olyan, mintha magához húzna valami titokzatos erővel. Ha mindjárt meghúzkodjuk mi az arcát. Hát elég lassan megy le az élete. Ja. Lássuk, olyan sérültem is. Hát itt van-e? Lehet, hogy ameddig nem öljük meg a többit, ő ilyen erős? Nem tudom, most mi az istenbe sérülök? Hát gondolom rád teleportált. Megütöttem azt a füllököt. Ja, engem is. Ellök magától, nem? Uh-huh. Hát nagyon nehezen megy le izéje. Na mi van most? De Andi, itt rajtad van egy valami más is. Itt ül a boss mögöttem. Ül. Most megtámadott engem. Ajjaj. Megyek, segítek, várja. Vettem a almát. Na hol vagy? Jaj, tényleg az erőt. Itt vagyunk. Erősebbet csapunk tőle. Ah, pont nem. Csak nem kéne ide lelökni szegényt. Jaja. Be kéne szólítani. Az a baj, hogy ki tud teleportálni, és folyamatosan ellök magától. Nincs. Gyere, nem lesz kérdezni. Olyan rossz, nem kell ellöknöm. Ah, itt van, most van jó helyen. Ja, most kéne ütni, de nagyon lassan megy le az élete. És Kádámot ütöm szerintem, úgyhogy ez nem annyira nem. Nem baj. Igazából alig van életem, de bírom. Ne utasíts vissza, kérlek! Gyere! Andi, ebben a kóban már ez így működik, mi? Csodálatos románc lenne pedig. De nézzek el, tudom magát. Nem akarja az igazságot, mi? De titeket se akar, nagyon válogatós. Hát, látod, most megint begállt jazzezni. Még jó, hogy nem tölt vissza. Ó! Ad a pókálat, mi nem tudom szétütni. A karddal kell. Aha, most jössz jó is. Hallod, mire ide jövök, oda megy. Hát. Figyelj ide, gyere már, Schneider Grizi. Rozi. Valakinek sok beadja majd a derekát. Na gyere! Na, én most itt szétütöm. Vagy nem. Te nem tudja, hogy erősebb lenne, nem? Hát elég erős. Mint az előző, amikkel eddig találkoztunk. Na, most földobod. Vagy az, hogy tényleg a... Amit mi nagyon ez? Nem akart téged. Mivel dobál? Vagy mi ez? Nem tudom. Húgolyóval dobál minket? De most megsértem az érzéseid. Gyengeséget rak. Nem sok van neki. Azért nem tudjuk sebezni rendesen, mert gyengeséget ad, amikor megütjük. Na gyere haver. Egyet ütünk rajta, igen. Na most egy-kettőt sérült azért. Nagyon cseles. Most... Gyere haver. Na gyere. Ah, most már ezt... legyőzzük. Hova? Itt van-e. Ráugrott a fejére. Megint dobál, pedig én nehéz vagyok. Na? Na, a király? Meghalt? Meghalt. Megvan? Mit dobott? Megöltük? Gyémánt blokkot, egy Walker's Fordot. Oh. Meg ilyen apróságokat. Ilyen apróságokat Walker's Ford, lehet az egyik legjobb karda játékban. Az igen. Elrakom gyorsan. Viszont a szerintem kezdve. Megnézhetnénk akkor már rendesen ezt a várat, nem? Persze. Nézzük meg, hogy mik vannak még benne, mert az az igazság, hogy így is úgy is most volt egy kisebb kiadjás, szerintem senki nem fogja bánni, hogy egy kicsit hosszabb lesz ez a rész. Így van, és én van egy tippem, Andi, menjünk be itt az ablakon. Melyik csak ablakon? Itt az ablakon, lepjük meg őket. Ja, várjál! Nem. Igen. Erre meg is feledkeztünk. Mi az? Semmi, leestem a blikba. Ja, te okosan az ablakon keresztül mentem. Ja. Na gyertek! Menjünk, nézzünk körül. Akkor most fordítva nézzük meg a dáncsát. Elefánt vagy? Na. Tessék. Elefánt vagy? Jó, mert... Azt nem látt, azt nézzétek meg ott, mi van elől a... Né, hagyjad már, mennyi spawner. Ez figyeld, öcsém.
Én majd mindjárt megnézem, mert beszedem a lootolni való dolgokat. Hallod? Megosztjuk olyan, mint a migránsok. Ajaj. Mennem kell. Mennem kell, nekem is, mert meghalok. Most hozzátok őket ide, miközben... Ajaj. Igen. Vigyázz, Andi. Szia, Adam. Hello. Milyen gyémánt ruhában beragadtak. Vannak. Aha. Megyek vissza új út elvével, ez az. Gyertek, de már nem nagyon vannak. Bocs. Na. Ez durva, hogy volt egy pillanat. Ezek a munka oroszlán részét, érted? 6 darab hexical essence és 3 darab electric essence. 3 dalag? Dalag. Dalab. Andi. Dalab. Mindig dalab. Na jó van. Na jó van. Sok lesz a minőségi YouTube-ban. Úgyhogy szerintem. Meséljetek, miről maradtam le? Akarom a plegykákat. Mert hogy a nézőknek mondom, hogy a Zsömi meg az Andi, ők mindig plegykálnak így a hátunk mögött, úgyhogy. Csak rólad. Így van. Ó! Oh. Az hiszed nem veszem észre, Ádám, mivel felgyújt a kardod, így tudom, hogy te voltál. De nem volt. Ha? Nekem nem gyújtós a botom. Na jó, menjünk le inkább. Vagyis nem tüzes. Na. Szerintem inkább menjünk le, jó? Jó. Mi van itt? Hát valami hangot hallok, valaki ilyen. Valaki nagyon varázs. Singiling. Szalmát elviszi. Igen. És miért vetted ki előlem? Ó, ajaj, itt vannak. Jó. Várjál, előbb kivilágítok. Fújt van még egy ilyen kardos, bossos, páncélozott. Ezt most itt lezúzom. Jó. Vannak amúgy egy páron. Mennyi elektrik eszenszet dobnak? Au? Ez hogy ment Hello? Oda? Én mondtam, hogy jöjjünk ide. Tudom. Neked mindig ilyen jó ötleteid vannak. Hát persze. Sziszegnek, mint húszáj lenne. Hol lett Andi? Én már lejjebb jöttem egyen. Oha. Jaj már. Ó, oh, mi van ott lent? Atyaisten. Gyertek! Megyünk. Elvették a kardomat! Oda? Most itt van nálam. Mi van itt? Ugye meghalok? Csak nem. De, nagyon közel. Megint elvették a kardomat. Menekülök. Adod oda? Nem adom oda. Menekül. Csak elveszik. Menekülj, Andi. Azt csinálom. Tudom, hogy szégyen a futás, de most kifejezetten hasznos. Itt van egy healer köztük, azt kéne ütnünk. Jövök vissza. Jó. Kicsit töltöttem. Ezek nehezebbek, ezek az ányosnak. Hallod, hogy 40-en vannak. Ki gyújtott fel? Aha. Hát ezt egyedül nem tudom, hogy lehetne megcsinálni. Azt a mindenit. Csak valami nagyon tápos cuccal. Mindjárt meghalok. Menekülj. Én is. Meghaltam. Uha. Én még vagyok. Én is még vagyok. És a háznál. Mindegy, én már ezt megölöm. Visszajössz ide, Ádám? Hát mennék, de hogy? Mondok koordinátát. Ó, köszi. Ne. Ne. Ha itt vannak az Ádám cuccai. Mondjam a koordinátát, ide repülsz? Hát mondhatod nagyjából. 3850. És mínusz 1400. 3000...
ezt a mindenit. Méreg van rajtam. Jó, elfogytak, úgy látom. Itt még van egy, vagyis hát igazából csak egy páncél, amivel harcolok, de... Nincs élete, nem látom az életét, nem írja ki. Az jó. Hova lett? Nem tudom. Na jó, én elpakolok a ládába, azt felszedem, amit tudok. Ja, az Ádám cuccait föl kéne szedni. Ja, felszedem. De amúgy itt még kint vannak, szóval... Van majd jó. Meg itt mit nézegetni. Megoldjuk. Maradt még ott gyorsan. Electric Staff, Ádám? Mert itt elküldöm. 3009. 3870. És mínusz 1400. Jó. A cuccaidat felvettem, Ádám. Ha minden igaz. Gondolom ez az a ház. Na, azt mondja, akkor elvileg mindent adok vissza, ami a tied. Volt, azt hiszem. Csak te vetted fel a cuccait, ugye? Igen. Jó. Ja. Jó van. Jó, haza megyünk? Okay. Aha, menjünk haza, jaja. Most miért dobtam el? Ezt az obszidián tornyot egyébként jól lenne szétszedni. Ja, itt van, aha. Remélem jól emlékszem a hazafelé útra. Én megnézem a térképet. Aha, jól. Egyenesen tovább. Milyen zöld itt a terápia? Itt vannak a tehenek. Bocitány. Ezek a tehenek mindig itt vannak. És itt pazarlom az elektrik szapot, de most így... Mindegy, hazajutunk. Ja. Amúgy nem volt otthon, édes otthon. Az almát, mikor izé lezúzták az arcomat. Hát nem ez voltunk ilyen. Messze. Nem. Viszont szerintem jó, egész izgalmas dolgokat találtunk. Jó, hát hogy ilyesen védtelek téged, Andi. Hát én azt tudom. Azért haltam. Köszönöm szépen. Semmi baj. Nélküled nem ment volna. Na, hát akkor köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a részt. Reméljük tetszett. És hát jövő héten jelentkezünk, ha minden igaz, és minden összejön, de már nem merek semmit sem kérni. Szeretnék jelentkezni. Igen, tehát hogy mi tervezünk, aztán majd reméljük sikerül is összehozni. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek, sziasztok! Hello! Sziasztok!